Drága Zsuzsa, tisztelt ünneplők! Ez az Örkény Színház nézőtere, a 6. sor bal 4-es szék, amelynek a tulajdonosa Radnóti Zsuzsa, íme a tábla a szék karfáján Örkény Istvánné. Az, hogy ez a színház egyáltalán van, az neked is köszönhető, és nem kis részben. Nem csak azért, amit személyesen itt a színház megléte óta tettél, értünk a társulatért, hanem azért is, mert mielőtt létre jött a színház, kaptam tőled annyi muníciót, szellemit, lelkit, barátit, komolyan vételit, kritikait, hogy belemertem ebbe vágni. Ha ez a szakmai és barátsági kapcsolat nem lett volna kettőnk között, nem vágtam volna ebbe bele. Az már csak a habatortán, hogy engedted, hogy Örkény Istvánról nevezzük el a színházat, és az csak egy ilyen remélt hab, hogy ezt azóta se bántad meg. Bár nagyon helyesen azt mondtad Antallal és Angélával együtt, hogy addig maradhat Örkény Színház, amíg abba ti beleegyeztek, hogy Örkény Színház maradjon. Az életmű, ami mögötted áll, és bizonyára előtted is, az lenyűgöző, és nekem mindig minta volt. Nem pusztán azért, mert ez a személyes vonulat, ami az én szerény személyemmel függ össze, meg az Örkény Színháza, pusztán egy fejezet a te hatalmas életművedben, hanem azért is, mert egy minta számomra, amiről nem szoktam beszélni, mert nagyon nehezen tűröd, ha az ember rólad beszél egyáltalán, vagy ha köszönetet mond, vagy ha megpróbálja megfogalmazni, hogy mivel tartozik neked, de hát mégiscsak úgy van, hogy az egy minta, hogy hogyan kell az időben előre haladva, régi, akár letűnt korok hagyományaival nyűgözve folyamatosan mindig jelenkorinak maradni, frissnek maradni, kortársnak maradni, és afelé érdeklődni, és ráadásul arra megtermékenyítő hatással lenni. Ezt igyekszem utánozni. Még két dolgot fontos elmondanom. Az egyik a köszönet, hogy mindazt, amit tőled kaptam, szívből köszönöm. A másik pedig, hogy irigyellek, mert hát ugye egyrészt szeretnék tulajdonképpen 85 éves lenni, azt hiszem, de ha leszek 85 éves egyáltalán, akkor különösen szeretnék ilyen 85 éves lenni, mint te. Ennyire nyitott, friss, és a jelenben élő. Isten éltessen, várunk a nézőtéren, ezen a széken és az összes másikon. Kedves Zsuzsa, a születésnapján most ismét eszembe jutnak az adáshiba bemutató körüli sok segítsége és munkája, és szeretném megköszönni most is ebből a alkalomból, és azt is köszönöm azok nevében is, akik már nincsenek, és akinek a darabjait sok sikerre vitte, és ami darabok ma már klasszikusai a magyar színház történetnek. Akkoriban, amikor az adáshibát elkezdtük próbálni, február volt, most is tavaszodik, akkor egy kis csokor hóvirágot vittem a születésnapja körüli időben. Most képzeletben megint átadok egy kis csokor hóvirágot, és kérem, hogy segítse továbbra is a munkáját, a gondviselés. Isten éltesse, további szép munkákat és sikereket kívánok, Karcsi. Kedves Zsuzsa, nem mondok sem időtartamot, sem évszámot, hosszú ideje kísérjük egymás életpályáját. Nagyon sokat köszönhetek magának. Nem csak mint drámaíró, de ezzel kezdem. Maga volt az, aki kezdőírókoromban elhitte, hogy nem teljesen szélhámosság, amit én csinálok. És aki megkísérelte, hogy azt, amit a
fiatal szerző szertelen kedvében papírra vett, színpadi formákra konvertálja. Ez részben sikerült, részben nem, de hát az írói pályának szerves részévé vált, és maga ennek az időszaknak abszolút pozitív szereplője. Későbbiek során, amikor drámaírói tekintetben alkotói válságban kerültem, maga volt az, aki tartotta bennem a lelket, és aki nem haragudott meg dac reakcióim láttán, és aki aztán őszintén örült annak, amikor ismét elkezdtem drámákat írni. De nem csak a magam szemszögéből akarom elmondani ezt a történetet, hanem egy másik fontos összekötő kapocs is van közöttünk, az elbeszélői szál, nevezetesen az, hogy én, mint regényíró és elbeszélések írója, egyik nagyon fontos elődömnek, Örkény Istvánt tartom, ennek többször hangot adtam, és ezt maga örömmel fogadta, megerősítéseket küldött, ezek fontos dolgok voltak. Aztán egy későbbi időszakaszban nagyon sokat segített nekem, mint dramaturg, maga volt az Egri Nagyratrő ciklus dramaturgia. Én is nagyon sokat köszönhetek magának, a rendező Csizmadia Tibor is, az, hogy ez egy sikeres előadás sorozat volt, ez nagyon nagy részben magán is múlt. De hát ne csak erről beszéljünk, hanem arról is, hogy maga, mint ember, milyen sokat jelentett számomra, milyen példamutató volt, hogy mennyi olyan pillanat volt, amelyre életem végéig vissza tudok emlékezni, és amelyben ott maga, kénytelen vagyok ezt a patétikus szót használni, tündökölt. És hát noha a mi ismerettségünk nem volt igazából privát jellegű. Soha nem beszéltem magánéleti dolgokról magának. De mégis volt benne valami fajta bensőségesség, és valami olyan közelség, ami azt kell mondanom, hogy lelki esemény. És nagyon örülök, hogy ilyen hosszú ideje ismerhetem magát, hogy bármikor meg tudom szólítani, hogy mindig nagyon örülök, ha megcsendül a telefon, és a maga hangja szólal meg benne, és az, hogy ezt a beszélgetést, ami elkezdődött a 80-as évek elején, még remélhetőleg nagyon sokáig fogjuk folytatni. Isten éltesse! Zsuzsa szeme akkor is lát, amikor én nem látom őt. Benne van a fejemben. Nem kis ördög, nem kis angyal, hanem csak egy ember. Felrakott egy lécet ott bent a fejemben. Ha megugrom, szeretni fog. És én újra és újra neki veselkedek, mert azt akarom, hogy szeressen. Kedves Zsuzsa, emlékszem, amikor először találkoztunk Egerváron, a Nyílt Fórumon, Zalaegerszeg mellett, milyen sokat jelentett akkor is a figyelmed, a törődésed, pedig csak pályakezdő dramaturgként először vettem részt ilyesmin az Egri Színház dramaturgiaként. Azóta is érzem az odafigyelésedet, a törődésedet, ami nagyon jól esik nekem. Talán mondhatom, hogy a szakmán túl azóta barátok is lettünk, ha remélem nem veszed ezt okon. Így kisajátítom a barátságodat, de ez nekem nagyon fontos, és nagyon jól esik. És azóta is mindig példaértékű példaképem is vagy, mondhatom. Az, ahogy odafigyelsz az újdonságokra, az, ahogy felfedezed, amilyen érzékenyen törődsz a fiatal, vagy nem fiatal tehetségekkel is, a toleranciád, a nyitottságod, a kíváncsiságod. Ezt szeretném én is követni, és boldog születésnapot kívánok neked 2023 közelgő tavaszán, Lőkös Ildi. Kedves Zsuzsa, Isten értessen sokáig. Épp most lépek be a Pannónia utcai művészbejáron, látod?
ezen a bejárón, amint te, 1963 óta folyamatosan beléptél, 6 évtized óta itt töltöd a művészi munkásságodat, fantasztikus élet és fantasztikus életmű. Itt van a próbatábla, természetesen megyek tovább a színpad felé. Képzeld el, hogy most összeszámítottam, Zsuzsikám, hogy most 2023-ban, 6 évtized után is még 6 olyan előadás fut a repertoáron, amelyiknek te vagy a dramaturgia. Ez valami fantasztikus, döbbenetes, hogy 6 évtizednyi munka nem ér véget. Most is ugyanúgy itt van minden. Itt vagyok a színpadon, és most kilépek ide a színpadról a nézőtérre. Éppen a behavazott nézőteret most takarják be éppen még a kedves kolléganők. Itt vagyunk a Víg Színházban. Drága Zsuzsa, ez a színpad, amin itt állok most, mögöttem a bársonyfüggöny, itt születnek a mi előadásaink. Ugye te egész életedben szenvedéllyel a drámai szövegek között kószáltál, szavakkal, mondatokkal, drámai párbeszédekkel, gondolatokkal bíbelődtél. Ezek a szavak a papírlapokon ugye szétterülnek a térben. Aztán ide felkerülnek a színpadra, és itt ülnek velünk együtt a nézők, és egyszer csak az időbe is belekerülnek abban a pillanatban, hogy mi színészek kimondjuk, és ahogy az időben elhangzanak ezek a szavak, mondatok, párbeszédek, drámai helyzetek, jelenetek, el is múlnak. Egyszerre születnek, és aztán elmúlnak. Mi mindig így a halál közelében vagyunk, színházi alkotók. A színpad tulajdonképpen olykor, mikor kiürül, temető. De ez a csodálatos az egészben, hogy te az örökké valóságnak dolgozol, mert egyszerre bukás, idézőjelbe téve, minden elhangzott szöveg, hiszen elmúlik. És utána a következő előadáson mégiscsak föltámad, és a dráma kötetekben, a példányokban megmarad az örökké valóságnak. Te csodálatos lény, az örökké valóság szigorú angyala vagy. Isten éltessen sokáig születésnapod alkalmából. Innen a Víg Színházból. Szia, Zsuzsa! Hát próbáltam megtalálni a legmegfelelőbb helyszínt arra, hogy köszöntselek. Egészen Barcelonáig jöttem, itt vagyunk a tengerparton. Gondoltam, ha már mindketten vízöntők vagyunk, akkor ez így jó lehet. Te február 12, én február 11. Ezen legutóbb, amikor beszéltünk egymással a telefonon, nagyon jót nevettünk. És tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ismerhetlek, hogy rengeteget segítettél. Remélem még fogsz is, és köszönöm szépen, hogy az Örkény István drámaírói ösztöndíjban a mentoráltaddal fogadtál. Az Isten éltessen téged. Boldog 85. születésnapot kívánok. Így ragyog!